Az összes vendégünket elfelejtettük meghívni, úgyis addig maradnak, amíg lehet pár bajt vívni. Ha már a szerencsések találtak már a ellenséget, ne aggódjunk semmin, már hazafelé megyünk. Hogy szép ez a fájdalom, aztán minden társaságnak azt mondjuk, hogy máshol várnak. Ne aggódjunk semmin, már hazafelé megyünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Máté Szalka televízió nézőit, és be kell vallanom, hogy az összes vendégünket elfelejtettük meghívni. Így hangzott legalábbis a bevezető dal, amit a Blaha Lujzsiána együttes két tagja küldött el nekünk Budapestről, és amely dalok, illetve egyéb más dalok is színesíteni fogják a mai kötet bemutató rendezvényt. Hogy miért is felejtettünk el minden vendégünket meghívni, hát ez csak féligasság, ugyanis nem hívhattunk meg senkit a mai kötet bemutatóra, járványhelyzet van, és hiába emlékezünk mi Olá András barátommal 2014 őszére, amikor szintén az a helyzet állt elő, hogy egymás könyveit mutattuk be, de akkor a Szalkai László teremben voltunk, itt a Szentpéteri Kulturális Központban, és hát mondjuk azt, hogy teltház előtt nagyszerű barátaink, kiváló Máté Szalkai emberek társaságában beszélgethettünk. Most egy picikét arrébb jöttünk, itt vagyunk most is a Szentpéteri Kulturális Központban, de a Szentpéteri Szalonban, és hát mivel az összes vendégünket elfelejtettük meghívni, így kettesben vagyunk Olá Andrással, és elérkezett az a pillanat, amikor ismét könyveket mutathatunk be. Először is itt van a kezemben Olá Andrásnak a 2020 decemberében megjelent, és most megint zavarban vagyok, hogy vajon hanyadik verses kötete, meg egyáltalán hanyadik kötete. András, sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elvállaltad ismét ezt a közös kötetbemutatót. Tudod-e pontosan, hogy miért vagyok én zavarba, de hogy a nézők is tudják, azért vagyok zavarba, mert ha úgy számoljuk, ez neked már a 17. köteted, de te az első két kötetedet nem tartod számon, vagyis legalábbis nem szoktad a megjelent köteteid közé sorolni. Miért van ez? Bevallom teredelmesen, tényleg fogalmam sincs, hogy hanyadik kötetnél tartok, nem számolom őket, de az első két kötet valóban egy olyan kiadvány volt, amiben azt gondolom, hogy nem versszerű versek is megjelentek, nevezzük ezeket ilyen kezdeményeknek, és bár néhány megjelent aztán később folyóiratokban is, meg válogatáskötetben is, de azt gondolom, hogy
Egyrészt országos terjesztésben sem jelent meg a kiadvány, ez csak szűk Máté Szalkai terjesztésű kötet volt, másrészt pedig nem érzem, hogy azt a szintet elérte volna, ami valóban ugródeszka lehet, és így a hivatalos listán valóban nem szerepel. Ezzel együtt egyébként viszont látom, antikvár kiadványokként időnként látom az interneten fölbukkanni egy némely változatát. Tehát a világ tud róla, én meg nem igazán foglalkozom vele. Na most azt is tudniuk kell a Máté Szalkaiaknak, amit tudnak is egyébként, hogy András, mondjuk így, bár ezt a kifejezést nem szeretem, de nagy és komoly karriert futott be, a magyar kortárs irodalom kiemelkedő, jeles, számon tartott alakjáról beszélünk. Ugye a Ratkó díjáról, az Adi díjáról sokan tudnak. Azt is tudják, hogy a Quasimodo nagyok levelet is elnyerte. Most persze ezekről mindről külön-külön mesélhetnénk, hogy milyen jelentőségűek ezek az elismerések az irodalmi életben, de nyilván van tartva szűkebb hazájában. Hát itt most megint zavarban vagyok, mert ő hajdunánási születésű, de én most a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Prima külön díjra gondoltam, vagy éppen Máté Szalkán, ahol nem régen a Pro Urbe díjat is megkapta. Tehát András valóban a elismert és a rangos irodalmi életnek a szereplője. És amikor megjelent kettő, és valóban említsük meg, hogy az első két kötetet követően már országos hírű kiadók és nagy kiadóknál jelent meg a könyve, valamennyi kötete, a Kráter kiadónál, a Magyar Naplónál és a Hungarovox, körülbelül ez az a három kiadó, amelyik felváltva a legtöbb kötetet megjelentette. Ez utóbbi, ami 2020 karácsonyán jelent meg, Fagypont alatt címet viseli, és ez éppen a Magyar Napló kiadásában jelent meg. Nagyon szeretem azt, ugye én, mint lokálpatrióta, hogy te mindig úgy illeszgeted az új köteteidet, hogy legalább a könyv borítón, a vizuális részen valami Máté Szalkai megjelenjen. Ebben milyen tudatosság van, és mesélj egy kicsit most erről, amit most látunk ezen a borítón. Igazából valamennyi kötetemhez köze van valamelyik Máté Szalkai alkotónak, ha meg nem, akkor én magam csináltam kötet borítót, tehát ilyen is előfordult. De valóban az utóbbi köteteimben a Máté Szalkai fotóművészek, fotográfusok alkotásai jelentek meg. Hát tulajdonképpen azt mondom, hogy verses köteteknél is, drámakötetnél is ezek a borítók voltak jelen. Nekem tetszenek ezek az alkotások, tehát ilyen egyszerű kapcsolatban voltam a fotósokkal, a Parcium folyóirat révén rengeteg dolgukat láttam, és erre is úgy bukkantam rá, hogy az alkotó föltette az internetre, és én megláttam és megtetszett, és kértem, hogy akkor ezt tegyük közössé azzal, hogy a kötet borítója lehet. Ne titkolózzunk, és mondjuk el a nevét a fotográfusnak. Filip Gergőnek hívják. Így van, Filip Gergő, és hát ugye a korábbi alkotók közül említsük meg Bócsi Krisztiánt is, aki azóta már Németországban él, és nagyon komoly karriert futott be, ő is számon tartott fotográfus. Na, menjünk, haladjunk befelé, tehát ugye kívülről kezdtük, és egy kicsit menjünk beljebb. Nem árulok el talán titkot, és talán nem is fogsz rám haragudni, azt mondom, hogy elárulom a televízió nézőinek, hogy amikor beszélgettünk ketten erről a kötetedről, akkor most először tapasztaltam azt, hogy elégedettség ült az arcodon, amikor erről a kötetről beszéltél. Valóban elégedetnek érzed magad ezzel a kötettel? Igen, azt gondolom, hogy igen. Persze igazából sohasem lett teljesen elégedett az ember, de akkor, amikor befejeztem az összeállítását, akkor magam is úgy gondoltam, hogy ez most egy jó kötet. Aztán persze majd az idő változtathat rajta, és lehet, hogy két év múlva újraírnám az egészet, de egyelőre nem lapozok vissza, és nem forgatom újra. Akkor, amikor egyberaktam az egészet, és elküldtem a kiadónak, onnan is egy pozitív jelzés érkezett, megerősítette azt, hogy igen, ez most egy jó könyv. Nem mondom, hogy a többi borzalmasan rossz volt, de ha belegondolok abba, hogy nem tudom én, Kormos Istvánt szokták klasszikusként idézni, megkérdezték tőle, hogy hány jó verset írtál, és fontolgatta, és azt mondta, hogy talán kettőt. No, én remélem, hogy
két jó vers ebben a kötetben is van, és akkor Kormos Istvánnal egy úton tudok haladni. Az már egy nagy kitüntetés. Rövidesen meg foglak arra kérni, hogy legalább a kettő közül az egyiket, azt olvast föl majd nekünk, de először még egy pillanatra kalandozzunk, mert de ez már nekem szemüveg is kell, mert azt mondod, hogy elégedett vagy a versekkel, vagy elégedett vagy ezzel az anyaggal, ami ebben a kötetben megjelent. Ugye akkor én arra gondolhatok, hogy ez az elégedettség, ez egy szakmai elégedettség, vagy pedig egy kicsit filozófikus elégedettség, hiszen a te korodban már, bocsáss meg, de a te korod az én korom is, tehát nem vagyunk már mai gyermekek, és hogyha a fejezet címeket felolvasom, hát nem is vidám úttörő daloknak a csasztuskái ezek, Zátonyok, Útlevél a múltba, Utószezon, Falak, Mellékutak. Tehát azt gondolom, akik ennyi évet megéltek, mint mi, azoknak az életről, és nem feltétlenül a saját életünkről, hanem úgy általában az életről valóban ilyen fogalmak jutnak eszünkbe, és ilyen fogalmak köré tudjuk talán csoportosítani azt, amit az ember képes produkálni, tehát Zátonyok, Útlevél a múltba, Utószezon, Mellékutak, Falak. Ha az ember így gondol ebbe, akkor kérdezhetem tőled, hogy milyennek tartod az életet? Nem a tiédet, most elvonatkoztatunk. Milyen ez az élet, amelyben élünk? Meglehetősen rögös. Hát egyébként nyugodtan beszéltünk az enyémről is, hiszen a versek jó része valamilyen módon kötődik hozzám, a családomhoz, az emlékeimhez. Azt vettem észre egyébként, hogy ahogy öregszem, egyre inkább a múlt kezd érdekelni. Már kevesebb a jövő, amire számíthatok, tehát egyre inkább visszafordulok a múltba. Annak idején gyerekként mindig hallgattam az öregeket, amikor diskurálgattak, és sajnos nem elég figyelmesen ezt hozzá kell tenni. Így utólag rettentő módon bánom, mert rengeteg dolgot elmulasztottam. De azt észrevettem, hogy mindig a múltról beszélnek. És édesapám is, ha hazamegyek és találkozunk, akkor a gyerekkori emlékeit eleveníti fel, a régi emlékeit, a fiatalkori emlékeit, a katona élményeit. És ezek között vannak kellemetlen emlékek is. De szembe kell ezekkel is nézni, persze. És én is egyre inkább azt vettem észre, hogy egyrészt a családból hallott, hozott dolgok kezdenek el foglalkoztatni, másrészt a saját múltam, ez az Útlevél a múltban, múltva című rész sem teljesen véletlen. Meg hát az is teljesen világos, hogy az ember az nem úgy van kitaposol, hogy teljesen szépen leaszfaltozták és sima, az meglehetősen göröngyös. Vagy ha már az Zátonyokat említetted, akkor igen, hát Zátonyra is futhatunk olykor-olykor, tehát vannak vakvágányok, és akár ezt is választhattam volna címnek. Nem is olyan rossz ötlet, ha már ott a vágány van, lehet, hogy lesz majd egy ilyen jellegű írásom is előbb-utóbb. Tehát azt gondolom, hogy ha valóban szembenézünk az életünkkel, akkor nem csak mosolyogni valóan szépet találunk benne, hanem vannak elgondolkodtató, vannak nehéz döntéseket és hát fájdalmas dolgokat felidéző emlékek is. És ezek vannak valahogy összegyűjtve most ebben a kötetben alapvetően. És az meg már egy egészen véletlen, hogy a trianoni forduló kapcsán ebbe a kötetbe, ami ugye éppen a trianoni forduló évében jelent meg, néhány ilyen kötődésű vers is van, aminek szintén van vagy családi vonatkozása, vagy valamilyen Mátészalka, vagy Mátészalka környéki térségbeli vonatkozása. Nos, hát akkor azt gondolom, hogy elérkezhetett az a pillanat, amikor abból a két jó versből legalább egyet olvas föl nekünk, ha megmondod, hogy melyikre gondoltam, mert a köteted nálam van. Legyen az egyszerűbb az első, de szemüveget nem hoztam magammal, tehát az meglehetősen kérdéses, hogy mennyire fogom én ezt látni, de megkísérlem. Azért az elsőt említem, mert amikor ez a vers elkészült, sok évvel ezelőtt, 5-6-7 évvel ezelőtt íródott, nem tudom pontosan, hogy mikor, akkor elhatároztam, hogy ez egy kötetnyitó vers lesz. És egy ideig várt, tehát az előző kötetben nem fért be. Hát most erre építettem gyakorlatilag. Tegyük fel, nem állsz az ablakban kisírt szemmel,
Nem bámulod a tér üres padjait vakon, nem kapaszkodsz a függönybe, nem rántod magadra a karnist, tehetetlen dühödben nem rúgsz bele. Tegyük fel, a láb nem ereszti el a földet, ahogy a szem sem az emlékeket. S újra Adi mellé ülsz a líceum előtti téren, galambok battyognak körülötted, fejüket sután buktatva előre. Tegyük fel, megnyersz magadnak újra, és gíroszt teszünk a hűvös esőben összebújva. Tegyük fel, tavasz lesz megint, és nyár, és szemed odvába visszaszöknek a körös parti füzek, s a szacsvai szobor előtt a padon átölel kedvesed. Közös életünk földszintjén fájós hátunkat nekifeszítjük a múltnak. Levetjük, amink van. Befűzött filmként simulunk egymáshoz, és lesz időnk a bizalmat ismét összegyűjteni. Tiszták leszünk, és mesztelenek, mint később, a hideg boncasztalon. Tegyük fel, így lesz újra. Azt gondolom, hogy ezután a vers után zenélni kell, és a Blaha Louisiana együttes Ne engedj el című dal az pont ideillik. Hallgassuk meg együtt ezt. Székeket már viszik be, de én tovább hallgatlak. Ahogy a süllyedő hajón megállnék, ha nincs még vége a dalnak. Az egész kiürült világ a te múzeumod lett. Minden éjjel őrként járom, de mégsem unom meg. Kérlek, még túloznom sem kell, de hiába minden szó, ha úgy sem hiszed el. Ne engedj, míg elmaradj mellettem, nem kérem, hogy örökkét vagy sohát hazudj nekem. Ne engedj, míg elmaradj mellettem, végre értelmet nyernek a tőled kapott szavak. Hallottam már őket, de most először igazak. Minél tovább nézel, én egyre némább leszek, hisz jól elköszönni nekem. Ne engedj, míg elmaradj mellettem, nem kérem, hogy örökkét vagy sohát hazudj nekem. Ne engedj, míg elmaradj mellettem, nem kérem, hogy örökkét vagy sohát hazudj nekem. Most pedig jöjjünk haza Máté Szalkára, és Máté Szalkai történetekkel folytatnánk, és most nyer értelmet az a tábla, ami itt van mögöttünk, és azok a könyvek, amelyek itt vannak előttünk, hiszen ez az Igaz mesék Máté Szalkáról című kötet, amelyet a Máté Szalkai helyi közösség pályázatának köszönhetünk. Itt el kell mondanom András barátomnak is, és a televízió nézőinek is, hogy
Ezt a pályázatot annak kapcsán írta ki az önkormányzat, illetve az önkormányzat által elnyert nagy pályázat azt a témát pendítette meg, hogy a lokál patriotizmus, a mátészalkaiság erősítése éppen abból az apropóból, hogy Mátészalkát nem olyan régen ünnepeltük a városá, újbóli városá avatásának 50. évfordulóját. És én akkor arra gondoltam, hogy a 2012-ben megírt Kerek világ közepén című szintén mátészalkai meséket tartalmazó könyvemet. Egy kicsit átdolgozom, új fejezeteket írok bele, kijavítom a hibáit, illetve hát pontosítok, és aztán a vállalásomnak a lényege az, hogy ezt ebben az évben minden mátészalkán érettségiző diák, és minden mátészalkán éppen ebben az évben a 8. alapfokú oktatási évét befejező diák megkaphassa. Azért, hogy ha nem is pont most, de majd valamikor belelapozgatva, hadd tudja, hol élt, hadd tudja, hol járt iskolába, és talán az érzelmi szálak sem fognak elkötődni, és büszke lesz arra, hogy mátészalkai. Most Andrásnak nagyon sokat köszönhetek, hiszen mindig őt kérem meg, amikor valamit papírra vetek, hogy az ő stílusérzékében, értékítéletében bízva tekintse már rá, és adjon javaslatokat a javításra. Mit szóltál ehhez a könyvhöz, mert hallottam, hogy az új változatot is elolvastad. Igen, az az igazság, hogy amikor kézbe vettem a kötetet először, és arra voltam kíváncsi, hogy mik lesznek az új fejezetek, természetesen izgatott, hogy mik a beírtak, na meg az, hogy mik a kiegészítések, mind változtattál. Úgyhogy én elkövettem azt a rafinált dolgot, hogy egymás mellé tettem a két kötetet. Na persze először a tartalomjegyzéket vizsgáltam meg alaposan, és akkor azt láttam, hogy mik az új címek, fejezetcímek, de a szövegen belül is a betoldásokat. És igen, emlékeztem is, hogy éppen minek az apropó olyan például ugye a zsidó temetőben a régészeti feltárások még az előző kötetben csak mint reményt fejezhettél ki, itt viszont már beszámolni is tudtál ebben a kötetben. De nem csak én akarok beszélni erről a kötetről, hanem megpróbálok akkor téged is faggatni a tekintetben, hogy miért is fontos neked a múlt. Az előbb éppen az én kötetem kapcsán ejtettünk szót a múltba tekintésről, de számodra miért fontos a múlt, Mátészalka múltja? Miért érzed szükségét annak, hogy ezeket a meséket mások is megismerik? Egyébként a diákok tudják rólad, hogy nagy mesemondó vagy, hiszen az órákon is mesélni szoktál a gyerekeknek, tehát eleve mint egy mesélő történelemtanárt ismernek téged. Az előző kötetet is nyilván a lakosság jelentékeny része már meg tudta szerezni. Most nyilván érdeklődéssel várjuk majd ezeket a kiegészítéseket, meg újításokat is. Na de hát miért fordultál a múlt felé? Egyáltalán miért kezdted ezt a témát megírni? Miért foglalkoztatott ez a dolog? Igazából ugyanaz a helyzet Mátészalka történetével, mint a hazánk történetével. Hogyan szeressem azt a hazát, hogyan szeressem azt a települést, amelyet nem ismerek. Amelyek nem ismerem a múltját, nem ismerem a hagyományait, nem ismerem a valaha itt élt emberek nagyszerű cselekedeteit, vagy éppen azokat a szégyelnivaló dolgokat, amik megtörténtek, mert bizony, ahogyan az előbb is a te kötetet kapcsán beszéltünk, szóval rögös az emberi élet, és bizony ebben ez is benne van, ez így kerek. És ugye mondhatnám azt a közhelyszerű megjegyzést, hogy tanulhatunk ebből. Nem tudom, hogy tanulhatunk-e, az ember nem arról híres, hogy tanul a múltból, nem arról híres, hogy tanul a más hibáiból. Egyszerűen csak, hogy megszerethessük. Hogy megszerethessük Szentpéteri Zsigmondot. Azt a kiváló színészt, akiről aztán elneveztük a kulturális központunkat. És ha őt megszerettük, és a kulturális központunkat elneveztük róla, akkor szeretni fogunk színházba járni. Vagy most egy picit hazafelé, még inkább hazafelé beszélek, a Képes Géza Általános Iskola udvarán most hozunk létre éppen egy helytörténeti játszókertet. Az első darabja már készen van, egy szélhámos forgó. Ilyet nem is tudom, hogy létezik-e az országban ilyen játék, de hát ez azért lehet szélhámos forgó, mert a Mátészalka is szeretnivaló szélhámosról, Strasznov Ignácról neveztük el, és a gyerekek, amikor forognak rajta, felül, ott forog maga Strasznov Ignác, belevésve a neve a hátába, bilincsbe a keze, csörögnek a láncok, és a gyerekek kicsit játékosan, de megtanulják, hogy volt itt egy zseniális szélhámos, akit az ember nem
gyűlöl, hanem éppen olyan kedvesen, szeretnivalóan emleget, és bizony ő is szerepel ebben a nem feltétlenül dicsőséges Máté Szalkai múltban, de ott lesz persze a Mérleg hintán Dorgai Károly és Kézi László alakja, vagy ott fogja tartani az egyik épületnek a tetejét a két Szalkai fivér, Szalkai Márton és Szalkai Balázs, akiről tudjuk, hogy Szalkai Lászlónak a öccsei vagy unokaöccsei voltak. Tehát ha tudok arról, hogy mi minden történt itt, és ismerem azokat a személyeket, akik innen indultak, vagy alakították a településünk múltját, akkor óhatatlanul kezdem megszeretni, vagy legalábbis ide tartozónak fogom magam érezni. És van még egy momentum, azt engedd meg, hogy azt még megemlítsem. Azért szeretem, hogy ezeket a történeteket, vagy ezekben a könyvekben szereplő sztorikat a Máté Szalkán túl, vagy Máté Szalkán kívül élők is elolvassák, mert ha ők mondják vissza nekünk, hogy milyen klassz hely ez a Máté Szalka, ahol ti éltek, akkor jobban elhisszük neki, mintha csak a szomszéd mondta volna. Tehát furcsán van összerakva az ember, önmagának és a személynek ritkán hisz, viszont ha mások emlegetik, hogy milyen jó az, amit te csinálsz, vagy ahol te élsz, azt már sokkal inkább elhiszik. Na, én ebből a pszichológiai, ebből a lélektani kiinduló pontból kezdve fogalmazgattam meg ezeket a sztorikat, és ezért tartom fontosnak, hogy mindenki, aki valaha itt élt, akármilyen rövid ideig, vagy ide járt iskolába, vagy sőt, vannak olyan szereplői a Máté Szalka történetének, akik csak éppen itt születtek. Egy Zielinszky Szilárd, vagy egy Kossuthány Ignác, tulajdonképpen a szülei csak azért jöttek Máté Szalka, hogy megszülessen az a két nagyszerű ember, és aztán tovább is álltak, de ez nekünk nagyon fontos pillanat, hiszen az ő életútjuk, élettörténetük nekünk adnak erőt, fogódzókat, és hát büszkék vagyunk rájuk. Igen, nagyon lényeges egyébként, hogy ilyen kapaszkodóink legyenek, és az is lényeges, hogy emlegetted a nem Máté Szalkai, de Máté Szalkához valamilyen módon kötődő, egyébként jobbára általad Máté Szalkára hívott személyeket, akik szintén az egyik fejezetben megjelennek, akik onnantól kezdve, hogy megismerték Máté Szalkát, találkoztak Máté Szalkával, találkoztak a Máté Szalkai közeggel, találkoztak veled, sokkal nagyobb figyelemmel és más szemmel néznek a városra. Tehát igazad van, a külső hatások rendkívül fontosak. A másik, ami nagyon lényeges, hogy igaz mesék. Tehát a történetek, amik itt megfogalmazódnak, azok mind valóság alapú történetek. Persze van közöttük anekdóta is, amiről az igazságtartalmat már nehéz kibontani, de valóban olyan sztorik, amik olvasmányosak, amik hát igazán a gyermektől a felnőttig mindenkit érdekelhetnek. És hát persze ott van benne a történelmi múlt is. És nem csak a nagy történelem, hát az is, mert soroltad itt a klasszikusainkat, a 48-as szabadságharcunk hőseit, vagy a szalkai testvéreket a török időkből, de hát itt vannak a közelmúltnak a történései. És itt családi kötődések is megjelennek. Amikor elmeséled, hogy édesanyád Velencei Istvánnal táncolt 1945-ben. És ez tényleg egy olyan kötődés, ami izgalmassá teszi, vagy nem tudom, én szóba került Viski Ferenc neve egyetlen mondat erejéig jelenik meg, és nekem az első olvasatban nem is tűnt föl. Utólag kezdtem el gondolkodni, hogy ez a név nem túlságosan mindennapi. Hát ő Viski Andrásnak az édesapja, a kolozsvári színházban dolgozó Viski Andrásnak az édesapja, aki itt Máté Szalkán töltött egészen kevés időt ott a háború utolsó szakaszában. Szóval olyan dolgok bukkannak föl, amik egyrészt meglepetéssel figyel föl rájuk az ember, másrészt pedig annyira jó sztorik, történetek vannak benne, Strasznov Ignáctól kezdve a gyógyító, nem jut eszembe a neve, parasztorvos, igen, sztoriáik, hogy az valami elképesztő, vagy Kellér Dezső, aki hát meglehetősen szerencsétlen körülmények között kellett, hogy Máté Szalkán tartózkodjon munkaszolgálatosként. De
ezt a helyzetet is arra használta ki, amire hát az ő zsenialitása egyébként is őt teremtette. Szóval honnan gyűjtötted össze ezeket a történeteket? Mert valahonnan ezeket be kellett gyűjteni. Mindent nem lehetett a szülői legendáriumokból előszedni. Nyilván édesanyád elmesélte a Velencei István történetet, de ott a többi sztorit hogyan kerested elő? Hát azért Máté Szaka történetével nagyon sokan foglalkoztak komolyan. De most ez nem azt jelenti, hogy én komolytalanul foglalkozok Máté Szaka történetével, de megkaptam én azt például ennek a könyvnek a kapcsán, illetve az elődje kapcsán, hogy hát nincsenek benne adatolások, nincsenek benne utalások, hogy honnan vannak ezek az én tudásom, honnan van ez a dolog. Tehát minthogyha én ezt magamnak vindikálnám, hogy mindet. Nem vindikálom magamnak, olyannyira nem, hogy egy külön fejezetet szántam a könyvbe, azoknak, akik Máté Szalkának az igazi, hiteles történetét megírták, így Vityi Zoltánnak, Csomár Zoltánnak, Farkas József etnográfusnak, vagy éppen Nyéki Károlynak, akiknek a munkáit tanulmányozva, és azokat egy kicsit általam elbeszélve adom át, és persze belefektettem én egyéb munkát is, nagyon sok öreg, régi Máté Szalkaihoz mentem el, és töltöttem náluk estéket, például, hogy csak egy nevet mondjak, Adorján Gusztávné Erzsike néninél, akinek nagyon sokat köszönhetek, csillogó szemmel mesélt nekem a régi történetekről, Décse Károlyról például, őtőle tudok a legtöbbet, Décse Károly mellesleg minden idők legnagyobb Máté Szalkai lokálpatriótája volt, vagy Gáti ügyvéd úrhoz, aki sajnos már nincs közöttünk. Tehát sok olyan Máté Szalkaihoz mentem el, akik meséltek nekem. Hosszú évekig tartott ez a gyűjtőmunka, míg aztán kikerekedtek ezek a történetek, és hát míg ugye az ember a meséket szereti. Hát nézzük meg ezeket a szappanoperákat, amelyek a végtelenségig nyújtott mesék, ezeket nézik az emberek, a török, meg én nem tudom milyen sorozatokat. Hát nem jobb akkor egy Máté Szalkai sorozatot olvasni, és valóban olyan emberekről hallani történeteket, akik itt éltek, itt mozogtak közöttünk, itt formálták a múltat. Én azért szeretném, hogyha ez minél több ember kezébe és minél több ember fejében egy filmet indítana el, ami aztán nagyon-nagyon erősen köti Máté Szalkához. Nem csak filmet indíthat el egyébként, hanem benned egy olyan folyamatot is elindított, hogy elkezdted újra gondolni azokat a dolgokat, amikkel foglalkoztak. Ilyen volt ugye a Fellegvárnak a keresése, kutatása, amivel te is erősen foglalkoztál, kezdeményezted. Vagy most például egy csoda fog történni, hiszen a Kegyeleti Parkban az az országzászló fog majd megvalósulni, amit Décse Károlyék álmodtak meg, vagy ő álmodott meg. Konkrétan tudnál erről is valamit mondani? Igen, hát talán nem az én tisztem ezt a bejelentést, ezt igazából végrehajtani, bár már úgy emlékszem, hogy megtörtént a Kegyeleti Park avatása kapcsán Hanusi Péter polgármester úrral egy beszélgetés kapcsán éppen Trianon ürügyén, arról beszélgettünk, hogy milyen nagyszerű lenne, ha Máté Szalkán is valamilyen emlék maradna, hiszen ugye mindenki tudja, hogy végveszélyben volt Máté Szalka is, hát milliméterekre, ha lehet szabad így mondani, milliméterekre voltunk attól, hogy mi is a határ túloldalára kerüljünk. És ennek kapcsán ugrott be nekem, hogy Décse Károly 1933-ban kezdeményezett egy országzászlót a szétszakított Magyarország emlékére, illetve hát a nemzeti egység szimbólumaként, és polgármester úr azonnal úgymondom ugrott erre a sztorira, és kezdeményezte, hogy akkor a Kegyeleti Park legmagasabb pontján állítsuk ezt föl. Járványidőszak van, én azt szerettem volna, hogyha meg polgármester úrnak is ezt javasoltam, hogy ilyen emlékmű közadakozásból épül föl, de hát a járvány idején kérni arra az embereket, hogy áldozatokat hozzanak, éppen elég áldozatot hozunk mindnyájan. Úgyhogy egyelőre ez egy szűk körben indult meg. Néhányan letettük az asztalra azt az induló segítséget, amivel talán megindulhat, és ha a járványhelyzet úgy engedi, akkor kérjük majd, hogy egyre többen csatlakozzanak hozzánk. Tehát lényeg, hogy a Kegyeleti Parkból polgármester úrral közösen beszélgetve, és a szándékunkat illetően egy szellemi centrum jöhet létre, de egy olyan szellemi hely,
amely egy születésligetet is magába foglalhat, egy kis úgynevezett huszárkápolnát, most olyan dolgokról beszélek, amelyeket ugye illenék megmagyarázni, de rövidesen ezekkel is előállunk, vagy a stáció felállítása, tehát egy olyan hely lehet a Mátészalkai Kegyeleti Park rövidesen, amely valóban egy nagy szellemi erőtér, egy nagy szellemi erőtere lehet a városnak. Persze ezen is dolgozunk, és még egy frissebb bejelentés, amit talán még te sem tudsz, ugye Pintje Gábor régésszel, aki szintén Mátészalkán járt iskolába, de talán még tanítottad is Gábort, mert ugye a Rákóczi iskolába járt. Úgy véljük, hogy komoly lépéseket tehetünk a Fellegvár ügyében is, mert az a bizonyos Fellegvár kutatásunk ugyan a Fellegvárat nem hozta elő, de előhozott egy Szent László korabeli komplett sírt vagy temetőt, ami hát Mátészalka régi történetének egy nagyon fontos pontja, meg hát ugye a református templom, nagy templom felújításával járó régészeti ásatások. Szóval én azt gondolom, hogy itt a pillanat, hogy állíts le engem, hogy a Mátészalka könyvről, illetve az igaz mesékről tovább meséljek, mert akkor ez a kötetbemutató reggelig fog tartani. Javaslom, hogy hallgassuk meg együtt a Blaha Lujzsiánának egyik dalát, Magamban még legyen ez a címe. Magamban még kerestem, amit benne találtam. Nem mondom ki a nevét sem, jó helyen lesz majd nálam. Órákért felhős napokkal kell fizetnünk. Pazaroljunk el mindent, ami kell nekünk. Pazaroljunk el mindent, ami kell. Ha rólunk szól, de nem nekünk. Thank you.
Most, amikor a Máté Szaka könyvről már talán a Illőnél is többet beszéltem, valamit még szóba kell hoznom. Ez a pályázat, amiről beszéltem, ez a könyv megjelenését, mint említettem, azért díjazta, vagy azért támogatta, hogy a Máté Szalkai középiskolában érettségiző diákoknak, illetve a 8. osztály befejező diákoknak adhassunk át, illetve hát amolyan ajándékféle ez a Máté Szalkára érkező érdeklődő emberek számára, amit ajándékként is átadhatunk, átadhatnak arra illetékesek. Viszont ebbe a pályázatba most kicsit az a szerénységnek a bűnébe fogok esni. Nem állítottam be, illetve nem állítottunk be, és ez tudatos volt, úgynevezett írói tiszteletdíjat. Semmiképpen nem szerettem volna még pénzesebb lenni, mint amilyen egyébként vagyok, hanem más tervet forgattam a fejembe, és ez a más terv az volt, hogy inkább ahelyett, hogy én bármiféle tiszteletdíjat kaphassak ezért, amit egyébként is szeretettel és örömmel végeztem, inkább ahelyett hadd jelenjen meg könyvalakban egy másik munkám, aminek viszont megint Olá Andráshoz fordulok, Olá András a lektora. Ugyanis elkövettem azt a bűnt talán, hogy tanítványaimnak írtam, illetve folyamatosan készítek egy internetes történelemkönyvet. Arra gondoltam, hogy ez az internetes történelemkönyv talán a kor kihívásainak is megfelelő forma lesz, hogy eljussunk a gyerekekig. No, meg hát így a saját számíze szerint adhatom át azt a tudást, amelyet én az egyetemes és a magyar történelemről helyesnek, illetve követendőnek tartok. Olá Andrást kértem meg már akkor is, jó pár évvel ezelőtt, amikor ezen dolgozni kezdtem, hogy lektorálja, javítsa, adjon javaslatokat, és egyáltalán mondjon bírálatot a fölött, hogy én miket írok ebben az internetes törikönyvben. És aztán, amikor ez úgy összeállt, amikor elkészült, majd te elmondod, hogy milyennek gondolod ezt az egészet, de amikor ez úgy összeállt, akkor eszembe jutott, hogy ez nem csak a gyerekeknek, vagy ez az internetes törikönyv talán nem csak a gyerekeknek lenne fontos, hanem olyan felnőtteknek is, akik már nem igen foglalkoznak napi szinten a történelemmel. Bármilyen szakmát művelnek, már kikopott az életükből a történelem, de sokszor meg olyan jó lenne egy-egy film, vagy egy színházi darab, vagy akár egy politikai kérdés kapcsán tudni, hogy is volt ez, mi történt. De már olyan nagyon sok ideje nincs az embereknek arra, hogy komolyabban elmélyedjenek egy-egy korszakban, és akkor én ezt kitaláltam, hogy jelenjen meg könyvalakban ez az internetes törikönyv, persze úgy átdolgozva, hogy immáron a felnőttek kezébe is használható legyen. Na most ezt a könyvet is, ezt az internetes törikönyvet is te láttad, ismered, kérlek légy elnéző velem, és úgy beszélj róla egy picit. Igen, annak idején, amikor ez az ötlet fölmerült, hogy a gyerekek számára egy olvasmányos, használható anyagot próbálsz az interneten keresztül eljuttatni, úgy meglepett, gyerekek nem nagyon szeretnek olvasni, véltem én, és aztán kiderült, hogy de igen, csak nem szeretik, ha valami túl burjánzó. És ennek egy hallatlan előnye ennek a törikönyvnek, az internetes változatának is, meg a papíralapúnak is, hogy nincs benne fölösleges szócséplés, a lényegre koncentrál, viszonylag röviden összefoglalja azokat a dolgokat, amikre a gyereknek szüksége van. És természetesen lehetővé teszi azt is, hogy akkor hozzáolvasson, ha még érdekli. Hát azok, akik esetleg az interneten látható törikönyvvel kapcsolatba akarnak kerülni, a gyerekek ugye kapcsolatba tudnak kerülni, azok látják, hogy a törikönyv anyaga mellé még különböző linkek vannak megjelenítve, és akkor ott fölbukkannak a hozzátartozó kiegészítő dolgok. Vagyis van egy bejelentés tulajdonképpen, bocsánat a kifejezésért, de egy valami, amivel megfoghatom a gyerekeket, egy
igaz mese ez is, tehát ez is egy olyan mesélős, baráti gyermek stílusban megírt változat volt az eredeti változat, és akkor ehhez jöttek azok számára a kiegészítők, akik egy kicsit tájékozódni szeretnének. Na most a felnőtt számára ugyanúgy teljesen jogos, amit az előbb elmondtál, ugyanúgy izgalmas lehet, hiszen az iskolai tananyagokat már úgy kezdik elfelejteni az emberek, meg egyébként is tananyagok voltak. Ez viszont már nem tananyag, tehát ha valaki a kezébe veszi, azt láthatja, hogy viszonylag röviden összefoglalva, a lényegre koncentrálva, a magyar történelem legfontosabb epizódjaira is bepillantást kaphat, bepillantást nyerhet, és hát az egyetemes történet legfontosabb eseményeire, szereplőire, személyére is. Na most elmondtad már, hogy tulajdonképpen mi vezetett arra, hogy ezt a könyvet megcsináld először a gyerekek számára, másodszor a felnőttek számára. Engem most inkább az érdekelne, hogy milyen volt a visszhangja a gyerekek részéről, amikor ezt megmutattad nekik, amikor elkezdtél az órákon ezekkel a dolgokkal előjönni, illetve azok a szülők, akik esetleg bekapcsolódtak a gyermekeik nevelésébe, azok milyen módon reagálták le ezt a könyvet? Érdekes, hogy a gyerekek ugye minden újdonságra vevők. Tehát főleg ugye az internet, ugye az nagyon a mindennapjaikhoz tartozik, és ezért úgy láttam, hogy szeretettel és örömmel fordultak az internetes törikönyv felé. Ami a szándékom volt, és azért somolygok itt egy kicsit, az is úgy tűnik, hogy bejött, hiszen arra gondoltam, hogy a szülők is kíváncsiak lesznek, hogy mi a fenét csináltok ti ott, miből van nektek feladva a házi feladat, miért az internetet bujottam, amikor éppen el akartalak tiltani tőle, és akkor te azt mondod, hogy töriből az interneten kell, és az, hogy valamit együtt csináljanak. Tehát a legfontosabb dolog, főleg a kisebb gyerekek életében, tehát én a 14 éves kor alatti gyerekekről beszélek, hogy minél többet a szüleikkel legyenek, minél többet a szüleikkel beszélgessenek, legyenek közös élményeik, közösen dolgozzák fel a körülöttük lévő világ, illetve az a múlt eseményeit is. És én azt gondoltam, hogy ez alkalom lehet arra, hogy együtt nézzenek meg mondjuk egy belinkelt filmet, vagy egy belinkelt dokumentumfilmet, vagy együtt nézzék meg azokat a fényképeket, amelyeket én föltettem erre a honlapra, és együtt beszélgessenek. És bizony nagyon izgalmas visszacsatolások érkeztek. Éppen most ugye az online oktatás közepén is vagyunk, nagyon kedves tanítványomnak az édesanyja írt vissza a levelet, hogy milyen nagyszerű, hogy együtt nézték meg, és még utána mennyi mindenről beszélgettek, akkor megnézték a filmet, és elolvasták a leckét, és azt mondtam, ez az. Tehát ez az, amiért megéri. Tudom, hogy nem minden családban és nem minden helyen működik ez így, de ahol működik, az nagy örömöt jelent nekem, és a gyerekek meg már teljesen hozzászoktak, hogy ezzel dolgozunk, és azt mondtam nekik, hogy és azt üzenem most innen nem csak a gyerekeknek, hanem mindenkinek, hogy ez a honlap, ugye, aminek nagyon egyszerű címe van, hogy a történelem.képesiskola.hu, ugye csak ékezetek nélkül, mindig mindenki előtt nyitva van. Tehát olyanok előtt is, akik tényleg már kopott ismeretekkel rendelkeznek, olyanokkal is, akik csak kíváncsiskodnak, vagy akik majd a középiskolai tanulmányaik idején a nagy ismeret halmazból nem tudják kibontani igazából a lényeget, a magvát a történetnek. Ha ezt elolvassák, akkor talán közelebb jutnak hozzá. Tehát ez mindenki számára nyilvános, és mindig is mondom a gyerekeknek, a tanítványaimnak, hogy ezt jól jegyezzétek meg, ezt a honlapcímet. Lehet, hogy fontosabb lesz ez majd nektek később, mint most éppen, amikor tanulunk. Tehát én úgy gondolom, hogy nem volt hiába való ezt, illetve nem hiába való, mert ugye ezt nem lehet befejezni. Ez egy folyamat, amikor csak időm van, akkor mindig foglalkozok egy kicsit vele. Igen, tehát az internet arra is jó, hogy folyamatosan lehet hozzátenni dolgokat, kiegészíteni új információkat. A papír alapú viszont egy maradandóvá válik, és az interneten is nyilván föl lehet majd keresni ezeket a dolgokat, és rá lehet kattintani, és meg lehet keresni, de ha ott lesz a könyvespolcon, akkor szintén egy kézenfekvő dolog, hogy leemelem, ha valami információra van szükség. Most hát kérdezem meg, hogy hogyan juthat ez el
azokhoz, akiket érdekel, mert hát az internetet elmondtad, hogy a megfelelő linken mindenki megtalálhatja, de hát ezt a papíralapút is meg kell találni. Igen, ez most egy kicsit nehezebb, hiszen éppen abból kifolyólag, hogy ugye ez egy ilyen oldalvizen jelent meg ez a könyv, tehát ugye én magam gondoltam azt, hogy inkább tiszteletdíj helyett inkább ez jelenjen meg. Egy olyan akcióra készülök, ami nem csak a Történelem alapfokon című könyvet, mert akkor gyorsan hadd mondjuk el, itt két könyvről beszélünk. Az egyik ugye a Történelem alapfokon, amelyik magába foglalja az egyetem és a magyar történelemnek az eseményt. A másik, a vékonyabb könyv, az pedig abból az előző könyvből egy kiemelés és egy picit átszerkesztett változat, ami csak a magyar történelmet foglalja. Tehát nem kell feltétlenül a két könyvnek együtt járnia, ezek külön is működőképesek. Tehát, hogy jutnak el? Na most én arra gondoltam, hogy április 12-e után, vagy 19-e után, éppen a mai napon jelentette be ugye a miniszterelnök, hogy talán április 19-én nyílhatnak meg az iskolák. A mi iskolánkban, ugye mert nem titok a televízió nézői előtt, hogy Ola Andrással együtt a Képes Géza Általános Iskolában dolgozunk, hogy a Képes Géza Általános Iskola könyvtárában mind az Igaz Mesék Máté Szalkáról, mind pedig a Történelem alapfokon című könyvek megvásárolhatók lesznek majd, legalábbis a korlátozott példányszám, nagyon korlátozott példányszámban, majd erről külön mindenféle információkat fogunk adni. Annyit már szeretnék itt elmondani országvilág előtt, ahogy ugye annak idején Bendegúz is az Indula Bakterházban országvilág előtt beszélt, hogy a befolyó összeget, amit a könyvből kapunk, azt a mi alapítványunkba fordítjuk, és ott is konkrétan, kimondottan a helytörténeti játszókertnek a kiépítésére, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan stílusos és nemes felajánlás lesz majd, ami megmarad a helytörténeti körben. És akkor befejezésképpen, mert ugye engedd meg, hogy én zárjam le a könyvekről szóló történetet, még egy honlapra szeretném fölhívni a figyelmet. Talán nem most itt a végén illett volna beszélni róla, hanem amikor az Igaz Meséket taglaltuk. Ugyanis az Igaz Mesékhez is kötődik egy honlap, ami még nagyon kezdetleges állapotban van. Régen volt emberek és egyéb kincsek Máté Szalkán. Ez a címe a honlapnak, illetve ez a címe. Az elérhetősége az... Ezen gondolkoznom kell még, mert ugye annyira friss, és mivel az én legkedvesebb munkatársam, akivel a könyveinket együtt csináljuk már évek óta, filmeket, egyebeket, a grafikus, a filmforgató, Pénzes Bence, ugye az én kisebbik fiam, ő szerkeszti, és ő hozza tető alá ezt a honlapot, régenvoltszalka.hu. Talán azt hiszem ez a címe, régenvoltszalka.hu. Ezen már indul lassan egy olyan Máté Szalka bázis, egy internetes enciklopédia, amelyet hosszú-hosszú évek alatt lehet majd teljessé tenni, de talán ez is egy jó móka lesz, egy jó, izgalmas olvasmány, illetve böngészés Máté Szalkaiaknak. És most, amikor megköszönöm Ola András barátomnak, a Máté Szalka Televíziónak, hogy létrejöhetett ez a kis kötetbemutató. Megköszönöm a Máté Szalkai helyi közösségnek, hogy támogatta ennek a könyvnek a megjelenését. Akkor arra is biztatok mindenkit, hogy Máté Szalkai szívvel és igazi odafigyeléssel figyeljünk a városunkra, az itt élő emberek egymásra. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és magunknak is minél hamarabbi kilábalást ebből a járványból, hogy aztán Máté Szalka újra élni kezdhessen, olyan város legyen, mint amilyen mindig is volt, és mindig is szerettük volna, hogy legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm, András. És. Ólom lábú percekből egy hadsereg, egy lusta óra rozsdás mutatóján, homokórán szempereg, lassan, mint a hópelyhek, csak hajtanám. A nappalt várok, itt ragad a hold nekem. Ére vágyom, s nem nyugszik a fény. Hajom, és
szav tengeren, s az idő meg-meg áll velem, csak hajtanám. Néha mégis érzem túl hamar, túl sokat megláttam, s lehet túl hamar, túl sokat kívántam, s lehet túl hamar, sok mindent megbántam, azt is túl hamar, túl hamar. Lelassított film néha a világ nekem, kerék, melyben bent ragadt a fék. A féket tépem, szaggatom, s ha megkérdeznék, nem tudom, hogy miért teszem. Azt sem tudom, miért teszem, de kedvelem. Kedvelem, hogy lassan nő a fű. Ha elmúlik az izgalom, fejemet ráhajthatom, és hallgatom. S néha érzem már, hogy túl hamar, túl sokat megláttam, s lehet túl hamar, túl sokat kívántam, s lehet túl hamar, sok mindent megbántam, azt is.